Szöllősi Albert festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás október 21-én az Újpest Galériában. A művész a látás hónapja alkalmából gyönyörű képekkel ajándékozta meg az újpesti közönséget. Szöllősi Albert nyugdíjasként kezdett a festészettel foglalkozni. A Leonardo da Vinci szakkörben Szarka Hajnalkától tanult, majd felvételt nyert az Újpesti Művészek Társaságába is. Elsősorban az akvarell technika érdekelte a természet ábrázolásában, amit ma is szívesen gyakorol. Munkái könyvillusztrációként is megjelentek. Alkotásai ma már függetlenek az alkalmazott technikáktól. A művészetének célja az öröm és a teljes kikapcsolódás. 2015 tavaszán felvételt nyert a Magyar Festők Társaságába. A tárlatot Gassama Szabó Bernadett művészettörténész nyitotta meg. A jelenlegi kiállítás anyagát az absztrakt, vegyes technikával készült épített képek alkotják, melyek az utóbbi három év intenzív munkájának csak egy kis szegmensét terjek most elő. Az elmúlt három évet a kísérletezés jellemzi. Kísérletezés a felülettel, a festékkel, az anyaggal és a faktúrával, amely tartalmi és érzelmi szerepének fontossága tetten érhető a kompozícióban. A kollástól szinte az assemblásig jutott el. A kiállítás november 14-éig látható.